Szevasztok, srácok! Nyomjuk tovább a stalkert, és legutóbb a minden igaz kaptunk egy olyan küldetést, hogy el kell mennem egy üregbe, és a vérszapóknak a jelenlétét egy picikét takarékra venni. Úgyhogy most menjünk és csináljuk meg ezt. És közben megnéztem egyébként, hogy amit az egyik katonától kaptam mellékküldetést, hogy el kell mennem egy alagútba, megkeresem egy PD-et, és ugye oda nem tudtam bemenni, mert állandóan kidobált az alagútból egy anomália. Megnéztem, hogy oda hogy lehet bejutni. Egyébként az helyileg hol van. Tehát ide jövünk most, és az anomáliás mellékküldetés pedig itt van. Jó. Majd, hogyha esetleg eljutunk arra, akkor megnézzük. És akkor kihozzuk onnan azt a PD-et, de egyelőre most fontosabb dolgunk van. Az a lényeg, hogy ott egy anomáliát kell valahol az Isten háta mögött keresni. És az fog minket oda beteleportálni. Aha, itt vannak már ezek a hívérszapók. Nem nagyon merek az emberek közé lövöldözni. Az igen. Na, hogyha ezt sűrűn fogod csinálni, akkor meg fogunk halni. Nem már! Ennyire nem lehet rossz állapotban ez a fegyver, előbb néztem meg. Jó, akkor váltsunk át pisztolyra. Jobb ötletem nincs. Töltsd újra gyors. Most lett pár halott. Aha, na gyertek. Jó, mínusz egy. Ó, de itt még vannak bőven. Fegyvert kéne szereznem. Kösz. Hát mondjuk lőszer sem ártana hozzá. Azt a fegyvert, anyádat ijeszgeted. Jó. Ennél sörétes van, akkor gondolom töltényé is olyan van. Itt vannak a vérszapók. Jó. Hát egyelőre akkor ennyi. Ez egy picit jobb állapotban van. Jaj, de jó! Na jó. Ez kellőképp fájni fog, de menjünk be. Ébernek kell lenned föld alatti területen, nyizsögnek a mutánsok. A térkép szerint a szivattyú állomás vezérlője egy szinttel fölötted van. Elküldöd a koordinátákat, legyél óvatos. Aha! Hát ez remek. És az ott meddig tüzel? Hagyd már abba! Meleg van.
Jó. Az a baj, hogy én itt lenne, nem a mutánsoktól félek, hanem hogy el fog egyszer kapni a tűz. Ezt ki tudja, hogy meddig kell még mennem itt. Mondjuk aki már többször végigjátszotta a játékot, vagy jobban emlékszik rá. Ez a megjelenés az nem most volt már. Anyádat ugrálsz rám! Na, egy szinten feljebb, azt mondták nekem az előbb. Jó. Ne esél le! Hú. Adj előszert meg minden szart. Azaz. Na, és egy picikét nagyobb biztonságban érzem magam. Így. Hello. Jaj, ne! Ez hol van? Ez hol van? Ott van. De utálom ezt az ellenfelet. Ez lehet, hogy nem is itt van. Hát ez remek volt. Jó, ez megvan. És ezt a területet kell elárasztanom teljesen. Fú. Ezzel itt? Hol a kapcsolója? Ez nem működik. Az anyádat takarodj innen. Megvan. Jaj, de jó, el kell hagyni a területet. És időre. Az ilyeneket szoktam utálni. Azonnal hagyd el a veszélyes területet. Jó, kösz. Merre? Merre arról menekülnek a patkányok, akkor... Hát én itt nem megyek át. Jó, hát akkor megyünk arra, amerről jönnek a patkányok. Nem tudom, mennyire jó ötlet. Hogy gyorsan menjél fel. Sikerült? Majdnem kifutottam az időből, remélem sikerült. Aha, jó. Á, és el van árasztva, nagyon jó. Mentés.
biztos, hogy nem kell. De jó, hogy üres volt. Itt meg voltunk a Csernobilban. Streloknak ez a búvóhelye, nem? De. Ebből a PDA-ból megtudtuk, hogy Strelok, vagy lövész, eljutott ugye Perzselőhöz, és újra el akarnak menni, és akkor elvileg most már agyar nem a mi gondunk, nekünk Strelok után kell menni, és meg kell állítani. Hát azt tudjuk, hogy nem fog sikerülni. De hova menekülsz? Gyere csak vissza. Rip. A kurva anyádat, onnan jöttem, hogy kerültél mögém. Nincsen több kötszerem. Több kötszerem. Az baj. Baj, mert így folyamatosan csökken az élet, és el fogok vérezni. Az köszi. Megakadt a lépcsőn. Basz meg! Hát ilyen nincsen. És most sem megy tovább. Jó.
Igen, átmegyünk másik helyszínre. Ez most a katonasághoz visz ki minket, nem? Ha minden igaz. Legalábbis... Ja. Viszont a... Csernobilban nem ide hozott ki minket, hanem valahol oda bentre. És akkor most kell beszélnünk Szaharovban. Jó, én viszont eljönnék ide, mert valószínűleg itt lesz kereskedőm. És venni kell tőle kötszert. Egészségcsomaggal, hogy állunk. Abból van bőven. Kötszer az, ami nekem nincsen, és kell, hogy a vérzést elállítsam. Nálad van kötszer, vagy csak kaja? Ne pofázzál ma annyit. Ja, hogy a fegyver zavar téged, bocsánat. Ön hol van boltos? Itt. Kötszer, kettő van nála, elviszem. Nincs elég pénzed, legyen már! Így van. Tessék. És komoly 300-ba kerül egy rohadt kötszer. Kösz. Ja igen, persze, hát semmi pénzem nincsen, mert a hülye banditák miatt kiraboltak. Jó, kötszerre kell vadásznom ész nélkül, és nagyon, nagyon óvatosan kell közlekednem. Время дорого. Рассказывай. És a tűzpár bajba kerülök, és minimális. Egy módban ne találjanak el. Ну, здорово. Menj már odébb útban vagy. Fejlesztés. Ó, vannak itt is fejlesztések. Hát jó, de cseszhetem a fejlesztés, ha pénzem meg nincs erre. De jó lenne, hogyha tudnék fejleszteni. Nem fejleszteni. Ah, francba. De jó lenne pedig. Ez kellemetlen. Что наёмник? Какие-то прав. Kaptunk 10 000-et, nagyon jó. Будь здоров. Na, most arra akkor van pénzünk. Lehet, hogy inkább a páncélt kéne megjavítani, ha lehet ilyet. Elég ramaty állapotban van. Javítani. Lehet. Köszönöm. 2000-é. Nagyon jó. Ezt is meg kéne javítani. Köszönöm. És akkor itt vannak ezek a fejlesztések. Azt mondja, a tárkapacitás nem érdekel. Nem. Nem. Gránátvető nem kell. Hmm.
Nem. Visszarúgás csökkentés mondjuk nem rossz. Fegyver pontossága jöhet. És akkor így. Jó, tehát akkor elvileg pontosabb is lett, meg a visszarúgása is kisebb. Nagyon jó. Pisztolyra valami fejlesztés. Visszarúgás csökkentés. Kevesebb súly. Más kaliberű töltények kellenek majd bele. Jó, hogy ez be van már szerelve? Az már bent van, jó. Visszarúgás kisebb. Ez is bent van már. 20%. Oké. Még pontosság. Mondjuk nem kell minket. Ez is be van szerelve, jó. Nézzük, hogy mi van még. Mást mondjuk nem nagyon használok. Ez így mondjuk nem rossz, hogy tudtam fejleszteni. Korábban egyébként kérdeztem, hogy van erre lehetőség, és ezek szerint van. Ha van elég pénzed, persze. Jó. És akkor a mellényemet is megjavítottam, a fegyveremet is. Fejlesztettem is rajta. Nagyon jó. Most már csak egy rakott kötszerre lenne szükségem. Törzs újra a fegyvert, köszi! Kíváncsi vagyok, most vaktában nem akarok elkezdeni lövöldözni. Tehát, hogyha én ezért a PDA-ért elmennék, nagyon messzire kéne mennem. Csak szarobbal kell beszélni. Szerintem azt a PDA-t én ott elengedem. De hol vannak itt mellékküldetések? Vedd fel a jutalmad, ez hol van? Hát ez... Az első bázisom van. Hát ez nagyon hosszú séta lesz. Mennyi az a jutalom? És menjünk el érte. Erre eljövünk, itt fogunk kijönni. Itt az ingovány. Jó. Menjünk. Ha arra elmegyünk, itt felvesszük a jutalmat, ide kijövünk, ott azt felszedjük. Jó. Legalábbis remélem, hogy ez így működőképes lesz. Itt tovább tudok menni. Az a baj, hogy... Jó, oké, van lyuk a kerítésen, oké. Azt hittem nem tudok tovább menni. Na bazd meg. Jó. Itt azért mentünk egyet. És akkor most átkerültünk ide. És akkor itt van ez a vasúti töltés, itt végig megyünk. Menjünk el a PDA-ért.
Várjál már, itt van bent valami. Gránátok. De nem itt. Meg nem is ez lesz az, ami nekem kell, meg ebbe is csak némi töltény van. Valahol itt van elrejtve egy csomag, de nem tudok felmászni. Ezt is töltsd már újra. Na, vajon hol van? Lehet fönt van a tetején. Na mindegy. Na. Keresd meg a PD-ját. Keressük. Ha erre megyek, ez nekem jó. Annak tűnik, aztán majd kiderül. Ó, de jó. A rohadt sugárzás, az még hiányzott az életemből. Piánban. Van 7 darab, nagyon jó. Akkor egyet megiszunk. Alcsabb, mint a szuri. Energital? Van. Nagyon jó. Még tudunk egy picit futni. Megint lesz sugárzás. Ez viszont ellenséges terület. És szerintem észre is vettek. Ők nem nagyon bujkáltam, ami azt illeti. Van még egy valahol. Arra bal oldal, az út túloldalán. Ő lát engem. Aha, ott van. Jó. Ott valakinek a gránátja rompont. Pia jöhet. Sörétes volt. Ó, nagyon jó. Nem kell a sörétes puska, kösz. Sörétes, kötszer, nagyon jó. Valahol ott a csomag. Ó, nagyon jó, add ide. Jön az erősítés, ha jól sejtem. Akkor épp itt az ideje lelépni. Ment is. Hogy állunk. Ó, kell még menni. És ez is egy ellenséges terület a rohadt életbe. Jó, egyszer. Kétszer.
Ott bent is vannak. Ki ne találd már, hogy megölsz a sörétessel, nem tudom hány száz méter. Anyám. Anyádat. Kb. Nulla a visszarúgás és egész pontos a fegyver. Megint dobtak a gránátot a mocskok. Na. Jó. Rip. Még vannak ketten valahol. Hallom, hogy lépked. Aha, ott van. Jó. Rólatok akkor ennyit. Kaja. Oké. Kaja kötszer. Egész jól sikerült megoldani, mert kötszert nem kellett használnom. Láda? Üres. Szomorú. De kár. Az a baj, ezeknél banditáknál semmi olyan töltény nem lesz, ami nekem kell. Szinte éreztem. Gépudvar, jó, persze. Na, akkor itt tovább megyünk. És akkor most itt vagyunk, és ide kell eljönni valahova, jó? О, нема. З мене потім військові спитають. Мовляв, нащо зброю сталкерам продавав? Ти, Василю, теж врахуй. Якщо ми воякам зараз прес не влаштуємо, вони з нас останню кров виб'ють. Добре, Валеріане. Чекай завтра на одну людину. Вона тобі доставить усе, що в мене зараз є. Ну, кітереш, megvárjuk ki. Hát ne haragudj! Híí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 
Vége van. Vége van, ugye? De hogy van vége? Várunk. Még jó, hogy egyébként volt a közelben egy ilyen hülye alagút, és el tudtam bújni. Ott a visszaszámláló. Hogy telik az idő a játékban. Itt.
Annyit kell még várnunk elvileg. Hát ennyi, ez egy fél perc, real time. Kíváncsi lennék. Ja, bár mondjuk nem. Nem akarok kimenni, nem vagyok annyira kíváncsi. Legalább lenne bent itt valami tennivaló addig. Nem? Kükücs. De az a baj, hogy még csak a járathoz sem merek közel menni se. Ezt relokék jó megcsinálják. Mindjárt vége. Kész. Jó, mehetünk a PDA-ért. Nem tudom, hogy ki volt olyan kedves, hogy itt hagyta nekem, de... Köszönöm. Szóval, az a lényeg, hogy itt van egy olyan feladat. Várjál, először jöjjünk el ide. Hello? Smoke ő tebe! No? Beengednél? Most komolyan nem fogtok beengedni. Azért. Hát dolgoztam már nektek, engedjetek be. Haverok vagyunk. Vagy mi? Hol van az izéd? Це ж треба, як чудово усе закінчилося. Тепер військові дали блокпоста довго. Ó, milyen detektort kaptunk. Egy jobb detektor. Köszönöm. Na, viszont nekem nem ez kellett volna első körben, hanem valami szerelő vagy kereskedő. Szavasz. Чим тобі допомогти? Як щось іще знадобиться, заходь. Először kereskedő, adjunk el neki pár dolgot. Вибір у мене не так, щоб дуже, зате ціни не. Például nekem ez a fegyver nem kell, meg a hozzátartozó töltények sem. Így. Tessék. Mennyi adod ezt? Ja, tartsd meg. Mennyi pénzem van? 3500. Vegyünk még egy pár töltényt így. Jó, hogy legyen, mert most azért elővöldöztem egy jó párat. Kötszered van? Van. 600-ért köszi. Jó, és akkor mást egyelőre nem adunk el. 300-at adsz a távcsőjék össze, akkor inkább megtart. Habár mondjuk nem kell. A gránátok sem kellenek jövőség szerint, mert nem nagyon dobálom őket.
Minden más, meg ahogy látom, maradhat. Mondjuk a sörétes lőszer sem kell. Egyik sem. Jó. Tessék. Щось полап... Знайдеш якісь деталі для апгрейда, підтягуй, поміскуємо. Ezt tudom... Mennyi javítja meg amúgy? Kile... Jó, javítsd meg. Ezt is javítsd meg. Meg a pisztolyt is javítsd meg, jó. Okés. No, привіт! Na, még mindig ott tartunk, hogy a PDA-ért megyünk el. Az viszont... Igen... Itt el kell mennünk jobbra. Mert ott van fent... Tehát ott van fent az az anomália, ami bevisz minket az alagútba. Abba az anomáliába kell beleugranunk. És már benne is vagyunk. Itt a PDA. Sörétes töltény, nem kell. Jó, és akkor most kell visszavinni a PDA-t hova? Ja, csak oda. Jó, az nem távolság. Egyébként ez milyen töltény, amit most töltöttem be? Mert ebben a fegyverben van ez a fajta, meg ez. Páncéltörő lőszer. Ez meg szabványos, ez a sima hagyományos töltény. Jaj, nem akarok a sugárzásból. És akkor még mindig Szaharovval kell beszélni a főküldetés alapján, de ugye most egyelőre nem, hanem próbálunk némi pénzt szerezni magunknak. Mondjuk előbb az a mellékküldetés, bármelyiket is adtam le, jó előbb, és kaptunk érte 10 000-et, az nagyon jól jött. Viszont jobban örülnék neki, hogyha találnánk valami páncélt, ami a mostanitól jobb, és... Mondjuk van benne ilyen látó is. Minden téren jobb lenne a védelme, és akkor azt tudnám javítgatni néha. Viszont én attól félek, hogy most én ennek a katonának visszaviszem ezt a PDA-t, hogy nekem fog esni. Vagy hogy csapda, vagy valami. Csak nem. Hogy nincs már energiátom. Együnk akkor valamit. Á, még mindig egyébként messze ennek a játéknak, illetve hát ennek Stalkernak van a legdurvább atmoszférája. Most oké, hogy a játék már azért úgy grafikailag nem ott van, ahol a legtöbb játék, de azért az összkép még most sem rossz. És mondom, az atmoszféra meg a hangulat az szerintem még mindig a top 1. Ígyunk egyet. A sugárzás nekem nem hiányzik. Na, meg támadsz, hogy mi van veled? Kérek, ne ölj meg. Munka miatt jöttem. Elhoztam PDA-t, és ez az egy dolog maradt nála. Katonai mentőládát kaptam, de jó nekem. Most már nem tudunk neki segíteni, és akkor van egy olyanunk, hogy vegyük fel a jutalmunkat. Mondjuk ott. Itt van egy kalauz.
itt. De kár, hogy nem lett. Tehát innen el kell mennünk jobbra. Kurvára sajnálom egyébként, hogy egyedi jelöléseket nem lehet lerakni a PDN a térképre. Kalausz, kalausz, kalausz. Ott van. Itt el kell majd mennünk jobbra. Jó, azért fegyvert tegyük el, nem akarom, hogy bántsanak minket. De ez a kalausz volt az, aki olyan nagyon-nagyon drágán vitt minket ide meg oda, nem? Nézzük meg az öregnél mizu van. Mert én rohadtul úgy emlékszem, hogy ez ilyen közel 2000-re vitt el minket bárhova. 1800-é, meg 1700-é. Szavasz. Так, що цікавить? Na, azt mondja, az egyiket eladom, mert nem kell. Aztán... Az jó, ha van. Oké. Mondjuk ez nem lenne rossz szerintem. 12500, ez van 1500-an köz. Ez a páncél az mondjuk nem lenne rossz. Sokkal több mellékküldetést kéne csinálnom. Na szóval el kéne vinned engem a... Úristen. Jó, hogy kapnád be 1400-ért. Na, és akkor vegyük fel a jutalmat. Hú, de rég jártam erre. Ott, молодец! Хочеш потрогувати? Хто не зрозумів, повторюю. Шлях на смітник відкритий, та не назав хід скасовується. Усе, тепер попутного вітру! Настав час заскочити їх у самому лівиську. Мені каптам 1500-ок. Лінягібе! 100 pénzzel vagyok előrébb, mint az előbb voltam. 1400-ért idehozott a paraszt. És 1500-ért meg ugye teljesítettem egy sokkal korábbi küldetést. Na jó, hova viszel el? Szerintem igazság szerint teljesen mindegy, hogy hova megyünk. Oda ne menjünk, amit... Jó, a depóhoz ne menjünk el. Akkor menjünk el a... leégett majorsághoz. És akkor onnan meg majd elbattyogunk. Arra, merre kell. Ami... Hát, ez jó hosszú séta lesz. Beszélj Szaharóval. És az hol van? Ott. Tehát, mint említettem, ez jó hosszú séta lesz. Jó, hát megindulunk. Vagy esetleg te el tudsz vinni valahova innen? Hello. Hol tudsz elvezetni? Halászkönyv. Nem. Minden nem. Ez mindenképp séta lesz. Ezt akárhogy nézem. Ez egy nagyon hosszú séta lesz. Hol vagy? Nyádat azt. Ez így éjszaka nagyon para lesz. Thank
Igen, itt elmegyünk, itt át a hídon. És arra. Aha. Jó. Ezek legalább barátságosak. Nagyon-nagyon sok időt el lehet egyébként takarni ebben a játékban. Ugye rohangálunk küldetésről küldetésre. Ezért lett volna benne jobb valami sokkal jobb közlekedési módszer. Mondjuk ez a... Találja egy úti kalauzt, és akkor az pénzért cserébe elvisz ide, vagy oda, de oda nem tud elvinni, ahova mennél, úgyhogy valami közeli helyet kell találnod. Viszont el kell fordulnom jobbra. Majd. És az a baj, hogy ahogy látom a radaron... Tehát én itt fogok majd átmenni a következő területre, és ott a bejáratnál védelem van. Ellenséges területre fogunk majd bemenni, és hát nem nagyon örülök neki, mert sötét van, és nem nagyon fogok látni. Mondjuk, itt viszont van valahol valami cucc elrejtve ebben a ládában. Semmi. De olyan, mintha már én itt már jártam volna, nem? Halló, láda? Ott van. És ki mi van benne? 5x7 darab, adjad ide! A sörétes töltény nem fogom elvinni. Az a baj, hogy erre nagyot kerülök. Viszont a vízbe meg nem akarok belemenni. Habár mondjuk van csomó gyógyszerem. Arra az esetre, hogyha benyelném a sugárzást. Igen, már megy fölfelé. Figyeljétek. Itt van-e? Így áll egyet. Ahhoz sejtettem egyébként, hogy a vízben sugárzást fogok kapni egy picit. Jó, ne pisztolyjal menjünk. Fejlámpák. Már csak ketten vannak. Sokat segítene, ha látnám a fejlámpákat. Ott van egy. Minusz egy. Ott van egy. Utolsó. Jó. Kötszer jöhet. Kaja pia. Ötszer. Könnyebben ment, mint gondoltam egyébként. Aki ott sötét van, de ő nekik is világítani kell a fejlámpával, és az meg elárultám, hogy hol bujkálnak a sötétben. Hoppá, ezek. Amit szerettem volna, azt megcsináltam. Volt egy kis kitérő, de legalább kész van.